Szevasztok srácok, nagyon régen volt már Tomb Raider, úgyhogy gondoltam, hogy most egy ilyen rögtönző streambe ezt most bepótoljuk. És a szamurájus védekezésnél hagytuk abba, ugye, de ez annyira nem ment, hogy megcsináltam ezt a részt streamen kívül, úgyhogy bocsássatok meg érte. És jelen pillanatban itt vagyunk. És fullon vagyok minden fegyverrel. És igazából túljutottunk a szamurájukon, mindenkit kinyírtunk, és egy ilyen helyre kerültünk, ahol itt hullák lógnak a plafonról. És egy ilyen teremben vagyunk most. Itt ahol meg kéne oldani szintén egy jó kis Tomb Raider-es rejtét. Úgyhogy aki most csatlakozik be, annak elmondanám még egyszer, hogy ugye idáig a aki persze látta a korábbi streameket, az tudhatja, hogy YouTube-on megvan az összes stream, amit Tomb Raider 2013, vagyis ezzel a game-mel végigvittem. Azokat megnézhetitek a YouTube-on, szintén a Sasmus csatornán, az én csatornámon, és most itt vagyunk. Eddig jutottam. Meglátjuk, hogy mi lesz itt. Ez egy rejtély, amit szintén meg kell oldani. Tovább kell itt jutni. Gondolom, hogy azt a kaput kell kinyitni, ami ott van szembe. És meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Először ezzel kezdeném, hogy itt ezt a kart próbálom. Igen. Igen. Ezt itt valamivel ki kell támasztani, mert ez így nem fog menni. Jó, csak kíváncsi voltam, hogy ez mi. Na, itt van még valami. Nézzük, mi ez. Egy relikvia. Vedd fel Lara szépen. Well, okay. It had to be done. Lara left me no choice. If I thought she could play the game, I might have let her into my plan. But she doesn't have the grit for this business. She isn't ruthless enough. And this discovery has to be mine. I've crossed the line. It won't look good. So, as unfortunate as it may be, she can't make it off this island. None of them can. And whatever happens with Sam, it just makes this whole story all the more newsworthy. I don't think Matthias or his Solari can be reasoned with, so I'll need to slip away as soon as this ritual is completed. I'll make the perfect sole survivor, returning with the authorities, the cameras, and an appropriately convincing expression of sorrow. Na, ez egy részlet volt, srácok, a szemüveges fickó Whitman naplójából. Amennyire nagyon túl érdekes, és annyi arról szólt, hogy itt ragadt, és rólunk írt, hogy Laráról, ugye, hogy itt ragadtunk a szigeten, és próbálunk küzdeni az elemekkel, illetve ugye azzal, hogy kiussunk minél előbb erről a szigetről, mert ez egy átkozott sziget, ennyi a lényege. Most nem emlékszem, hogy kellett ide föl, így kell fölkombózni, oké, megvan. Jó. Itt vannak ládák, amivel semmit nem lehet csinálni. És itt lógnak emberkék. Amik szerintem ismét semmit, ott viszont van egy láda, így át kéne ugrani. Oké, sikerült is. Nyitjuk a ládát. Valószínű crafting material lesz, igen. És itt van még valami. Megtaláltuk a mapnak a további részét. Na nézzük. Most akkor már az egész map megnyílt. És most valahol itt vagyunk. Még van egy-két rész, amit nem fedeztünk föl. És valószínűleg erre kell majd menni. Mindjárt megnézzük, hogy mit mutat. Arra ott. Aha. Azt, hogy be kell lomlasztani. Aha, értem. Jó, oké. Okay. Kb. Akkor megvan. Ez miért maradt így? Jajó, oké. Ott még volt valami. Az mi? Az a sárga kis karika ott. Az ott len volt? Akkor megnézzük, hogy milyen túró ez. Jó. Na, szépen esél arra. Úgy. Ja, és lefelé.
Hops! Úgyhogy... Nos... Mi volt ott ez a karika? Megnézzük itt. Ott van valami. Az mi? Hoppá, de észre se vettem eddig, na. Megint crafting material lesz. This Chinese earthenware is thousands of years old. Could they have visited this island before the rise of Yamatai? Aha. Nice. Szóval ez egy Khonshu temetkezési urna, ami több ezer éves lehet. Igen, ezt tudjuk róla. Oké. Na, akkor találtunk egy műkincset. Le tudunk táborozni, és el tudjuk menteni a gémet. Na, ez viszont egy jó rész. Ez egy jó kedvenc részem. Nos. Nézzük, milyen skill-ek vannak. Na, mit csinálsz, Lara basszus? Hogy. Oké. Nos. Survivor skill-eket fejlesztettük. Ugye ez tele van, itt van még, amit fejleszteni kell, itt van, még kettő. Ezt azért fejlesztjük fel. Pistol Expert, ez jó lenne. Oké. Okay. Ezt közel hajzom, hogy jól fog jönni. Oké, okay, és akkor el is használtuk az összes skill pontokat. És akkor nézzük Fast Travel Gear. Gearből mit tudunk fejleszteni. A Boat még tudjuk Explosive Arrow-val fejleszteni. De ahhoz 650 kell, úgyhogy ezt sajnos nem tudjuk megcsinálni. Az is 650. Jó. Akkor Uzit, illetve a Shotgun-t tudjuk még fejleszteni. Food. Jó. Jó. Tudjuk, hogy kettesébe tudjuk betölteni. Ez egy jó dolog. Ez egy jó kis cumó lesz. És akkor még 2-13 maradt. Szerintem abból már semmit tudunk fejleszteni kb. Igen, mert minden többbe kerül. Jó. Akkor még gyűjtögetni kell igazából ezeket. Jó, hát ezt meg nem lehet. Igazából nekem egy jó közelharci fegyver kéne, kés vagy valami ilyesmi. Az nagyon jó lenne most itt. Szupi lenne. Egy pillanat, és... Csak ránézek itt a streamre. Kicsit. Oké, okay, senki nem írt. Jó. Nehogy ne válaszolják, és akkor itt elküldenek az anyjukba. Nem. Ilyen még nem volt, úgyhogy... Oké. Okay. Na, szóval itt vagyunk. Oké. Okay. És akkor innen kell kijutni. Oké. Okay. Ott még van valami. Jó. Jó, szóval... Akkor itt lemegyünk. Itt is lehet valamit itt csinálni. Meg itt is van egy-két cucc. Na, ebben mi van? I've seen similar artifacts on the Ban Giant site in Thailand. How did this get all the way to Yamatai? Szóval azt mondja Lara, hogy ez a Banjiang váza, ez hasonló műkincs, mint amit Tájföldön látott, és azt nem tudja, hogy hogy kerülhetett Yamatai-ra. Tehát erre a szigetre. Jó. Oké. Okay. Jó, akkor ott volt valami. Semmi nincs. Jó. Akkor itt kell valahogy. Szerintem. Ott azt a részt valószínű, hogy be kell omlasztani. Ez mindenképp ezzel. Aha, de semmi nincs, amire tudunk lőni. Jó, akkor ezt hagyjuk egyelőre.
Ott föl tudunk menni, itt fel. Itt még nem voltunk, itt föl. Jó. Ezt a részt is lehet tekerni. Jó. Aha, ezzel ki lehet nyitani, értem. Jó, kinyitottuk. És ez nem csukódik be, nagyon remélem. Oké. Ott lent van a harang. És akkor itt a másik oldal meg föl lehet húzni, gondolom. Gyorsan föl is húzzuk. Oké. Igen. Nagy japani jó. Oké. Na és most... Ha... A szimatom nem csal, akkor elvileg be kell dönteni ezt a köves részt, amire az előbb ott lőttünk. Ugye? Szerintem biztos, hogy így van. Elhúzzuk erre. Így, és akkor utána... Akkor a lendülettől befogom. Igen. Szupi. Na, pontosan így gondoltam ezt a tervet. Oké. Ez valahogy ki kell jutni, igen. Mindenképpen. Jó. Nos, oda föl kéne valahogy kapaszkodni. De valószínűleg innen tudunk, tehát akkor ide föl kéne ugrani. Vagy pedig onnan fönt, remélem oda föl is lehet ugye menni, az előbb ott voltunk. Aha, ott körbe lehet menni. Megnézzük, hogy ott mi van. Lara, miért nem ugrasz, basszus? Elromlott a lábam, már biztos fel lett szegény, na mindegy. Jó, még egy próbálkozás. Oké. Okay. Na ez az. Szépen. Úgy. Nagyon szupi. Jó, itt átugrálunk, hogyha itt át lehet. De itt nem lehet. Úgy látom, nem lehet. Jó. Jó. Ez érdekes lesz. Oda nem lehet felugrani a lámpára? Megnézzük. Ups, oda nem. Akkor valahogy... Mindenképp csak innen lehet szerintem. Ugorj ide, légy szíves. Oké. És akkor innen. Oda. Ups! Sorry, Lara. Sorry. Na jó. Akkor annyit csinálunk, hogy összecsukjuk azt a izét. Itt összecsukjuk alatt a cumót. Így, hogyha leengedem, akkor nem fog leesni, és elvileg onnan föl tudunk rá mászni. Hogyha jó a taktikám, illetve a gondolatmenetem, akkor remélhetőleg jó lesz a dolog. Ugye megnézzük. Jó. Oké, és akkor innen... Nagyon jó. Aha. És akkor onnan oda. Nope. Pedig azt hittem, hogy ez így működni fog. Ha. Jobb. Na, szóval... Értitek, mire gondolok. Ez ügyesebbnek kell lenni. Oké, ez így megvan, jó. Up! Persze, de meg... Ez mi volt? Atya úristen! Ja, hogy ez össze fogod omlani. Hogyha nem sietünk, ugye? Jó. Hát ez tök jó lesz. I can make this jump. Oké. Okay. Föl lehet mászni? Nem lehet fölmászni arra a izére? Szarra, nem. Oh my god. Kár, hogy nem lehet valamik oda fölmászni, mert ez jó lenne. Az a mindegy. Oké. Okay. Óvatosan. A rohadt kurva élet, nem.
Jó. Na, miért nem lehet? Valami még nem stimmt itt. Kicsit följebb kéne elmenni, ez az. Följebb emeljük itt nagyon picit. Nem lehet. Tehát... lejjebb lehet, de följebb nem, oké. Akkor még egyszer. Jó. Ide hogy fogunk átugrani, basszus? Nem, ilyennel nem lehet. Szóval egyik felével se lehet fölkapaszkodni. Hát ez érdekes lesz. De akkor honnan lehet oda fölugrani? Fölmászni nem lehet. Nem lehet. Na várjunk csak egy kicsit. Ide sem lehet beakasztani semmit. Semmi olyan részt nincs, ahol lehetne valamit csinálni. Nem. Szóval nem. Hát ez így... ez így, nem is tudom mit mondjak. Jó lesz. Ez így nagyon fasza lesz. Olyan túróba tudunk onnan, innen odaugrani. Hogyha nem ereztem lejjebb, akkor nem tudok ráugrani, szóval ez így volt jó, csak hogy a túróba tudunk onnan oda átugrani. Jó, oké, akkor ez így nem jó. És akkor még annyit... és hogyha előrébb húzzuk egy kicsit... na, azt még megpróbálom. Előrébb húzzuk. Kicsit. Aha. És most elvileg előrébb húztam? Vagy még lebeg? Na jó. Igen. De hogyha már rajta vagyok, akkor nem fog izélni. Szóval... és még annyit csinálok, hogy hátra húzom, és utána próbálok ráugrani, úgyhogy mozog. Na, ez lesz a jó akkor még. Szerintem. Ez lesz a tuti. Jó. Oké. Ráugrunk. Gyorsan. Így. Jó. Oké. Most elő van, és... Jump! Rohadt anyád, Lara, nem igaz. Pedig valahogy biztos, hogy így kell megcsinálni, máshogy nem lehet. Hú. Túl basszus, ez kemény azért. Ez kemény. Nem tudok olyan gyorsan oda fölugrani, hogy jó legyen, de... de megpróbálunk. És most. Egyből megyünk, futunk. Ráugrunk. Igen. És most, amikor itt elő van... Igen. Mit csinálsz, Lara Bakker? Mit csinálsz? Ezt nem hiszem el. Hát majdnem jó volt. Bakker. Hát most... My God. Na jó. Akkor próbáljunk úgy, hogy ideig hátra menjünk, akkor nagyobb lesz a lendület talán. Így. Oké. Jó. Futás vissza. Oké. Ugrunk rá. Jó. És innen. Ugor, ez az! Megvan srácok, megvan! Hú, el se hiszem. És átvezető videó. Szóval ez volt a... the Sun Queens. The fire ritual where the queen chooses her successor. A chosen priestess enters the monastery.
And she's given your power and becomes the new queen. Izgi. Wait a minute. Many have given up their souls willingly for this gift. Now the first and last queen lives a half-life, a soul in a decaying body. Vessels. It's not transferring power. It's transferring a soul. All these queens, they're all you, Himiko. First and last. Oh god. And now you want Sam. Aha. Tehát, hogy ő újraéledjen, ezeket Sam a rituáléhoz. Értem. Oké. Okay. Tehát akkor megtudtuk, Sam, hogy azért vannak ezek. Oké, itt lehet kimenni. Amíg azért körülnézünk itt egy kicsit. Hát, ha van valami cumó. Meg is nézzük. Ott van is valami egyből. Találtam valamit. Relikvia. I have no choice now but to meet my fate. Tonight, I climb the stairs to the Chamber of the Sun. But I will never submit to the ritual. I will not emerge queen. None will ever believe what I now know to be the truth. A twisted evil beyond imagining lives within the Sun Queen. An evil that hungers for more than just the land and seas of Yamatai. This madness cannot continue. So I go to the chamber, armed with the stolen dagger of her Stormguard General. By the time he realizes what I have done, it will be too late. For the sake of Yamatai and all the priestesses that would follow me, I must die. Tűha! Ez a csaj beáldozta magát, hogy megölje elvileg a Sun Queen-t. Majd meg akarja akadályozni a mészárlást, itt a gonoszságot, amit művel. Akkor már kezd tisztulni a kép, oké, itt valami. Még egyszer. Szóval itt más nincs, ugye? De azt mutatja, hogy erre. Nem arra, hanem erre. De erre hogyan? Úgy. Ott egy luk. Jó. Akkor ezé van. Nem. Mit csinálsz? Nem. Nem, itt nem lehet felugrani. Hogy le kell arra menni? Biztos, hogy erre nem lehet. Na, tehát akkor... Innen jöttünk, oké. Okay. Ja nem innen jöttünk, bakker. Arra, akkor jó felé megyünk, jó? Jó. Ú, ez kell. Jó. Jó. Igen. Oké, egy kis... Ups. Azt hittem életre kell, de nem, szerencsére nem. Point of no return. Tehát inner met fast travel elni, azt írta ki a játék. Jó. Itt van még valami. Satsuma porcelain vase. Probably early Edo period. Ez egy porcelán váza. Itt meg is lehet itt nézegetni, közelről, távolról, mint ahogyan. És akkor esetleg még hát, ha mond valamit Lara, hogyha találunk rajta valami írást esetleg, de most nem. Oké. Okay. Jó. Akkor itt tudunk még menteni. Checkpoint. Nulla skill. Fast travel-ni nem tudunk, és ennyi pontból sem tudunk még építkezni, úgyhogy megyünk tovább. És már nézzük, hogy merre. Arra. Oké. Okay. Jó. Tehát itt más elvileg nem volt. Menjünk erre. Oké. Okay. Ha, megint harc lesz, úgy tűnik. Azt a rohadt. Na menjünk. Új, ezt él megint az állat.
Lara, lőd le! Do you think that you're the hero, Lara? Lőd le! Everything I've done, I did lőd le a köcsögöt! How many lives have you taken to do this? Remélem lelövi ezt a köcsögöt, basszus. There are no heroes here. Aha. Only survivors. Himiko's dangerous, Matthias. She's angry, she's vengeful, and she has real power. A mere mortal for a queen. Lőd már a fejbe ezt a köcsögöt, basszus. Megmondtad, ez a csaj kedvet, az a baj. Ez mi volt? Ez mi volt, ti láttátok? Én valahogy nem. Ez mi a túra volt? Elteleportáltak, hogy mi a franc? Hova francom ez a csávó amúgy? Fogalm sincs hova ment. Na jó, megyünk. Megyünk tovább. Láda? Oké, akkor ez lesz a kötözős téma. De hova? Először meg kell keresni, hova kötözzük föl. Mert... Oké, kilőjük, de hova lehet kilőni? Mindjárt nézek valamit. Aha, megvan. Nem, így, hogy innen lőjük oda föl, így. És akkor egyből ide meg is kötözzük. Ez az. Nagyon jó. És akkor egy szépen fölmászunk. Ez az. És nagyon remélem, hogy jó gombot fogok nyomni. Úgy nem pusztul meg Lara. Oké. Oké. Megyünk erre. Oké. Nézem, merre kell menni. Azt hiszem erre, ugye? Itt erre. Jó. Ugrás. Szupi. Nagyon jó. És visszajöttünk ugyanide, ahol voltunk? Nem, ez fönti helyiség, ez más. Jó. Remélem, itt át tudunk ugrani ezért. Oké, nagyon szuper. És akkor... És most? Most oké, följutottunk ide, de... Szól a harang. Még följebb kéne menni? Lehetséges. De innen visszaugrunk akkor ide. Az itt fönn már... Szerintem semmi nincs. Furi. Na nézzük, merre kell menni. Mondom, hogy föl kell menni. Arra a másik irányba. Na jó. Kell menni valahogy oda. Egyelőre még nem tudom, hogy hogyan, meg hogy hova. Mert itt ezeket mutatja. Más nem mutat. Sárgán elvileg. Próbálkozunk. Tudni le fog esni arra, de mindegy. Igen, gondoltam. Mindjárt gondoltam. Jó, és kíváncsi vagyok, hol volt a checkpoint. Hát persze, hogy itt, ahol máshol lenne. Bravo.
Kötére nem tudunk valami visszaugrani? Ja, hogy itt? Oké, okay, látom. Jó, én voltam a hülye. Oké, okay, úgy kell felmenni. És itt föl. Ne, mit csinál, mit csinál? Bakker. Ez a csaj, ez nagyon kész. Hát ilyen van, őkkel mindig bajban. Most se fogta meg. Pedig nyomtam azt a rolt gombot, és most se fogta meg. Hát, hát, hát. Jó, és egy kicsit akkor arrébb mászunk, így. Jó, és most ugrunk arra. Jó. Most fölmegyünk. Igen, teljesen. Oké, most lesz jó. Jó. Oké, itt vagyunk. És megint a haranggal kell variálni. Azt a kaput bedönteni, de jó szögből, tehát... Na nézzük, mi történik, hogyha innen lökjük be. Oké. Okay. Nem jó. Nem jó a szög. Oké. Okay. Próbáljuk ebből a szögből. Oké, megvan. Előről kell. Igen. Jó, gondoltam. Oké, meg is van. Jó. Szétesek minden. Van az épületben. Hoppálá! Hát ez egy tök jó! Segítség! 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 Ah! Jó! És akkor most? De valahol el kell lőni ezért. Oda föl? Hova? Ah! Oké, okay, megvan. Nagyon jó. Harangon mászunk föl. Ez tök jó. Juhú! Kapaszkodj! Azt a rohadt. Beszarok mindjárt. És most? És most merre? Azt a rohadt. Oké, megvan. Látom. Lá! Watch out! Those Ooh. Bastards are heading your way! My we Maggie. Did anything we could to slow them down! Thanks, Reyes. Get to the boat. If I'm not back... Ooh, Dale. We're not leaving without you. We'll be waiting. Oh, they're all at your bus. Should they hold on for the kill? In then? Nagyon remélem, hogy nem. Azt a rohadt! Igen, és akkor itt föl, ugye? Oké. Okay. Jó. Itt fölmászunk szépen. Woohoo! Beach in action! Beszarok. Az igen. Asztor volt. És most? Oda át. Le. Kicsit lejjebb.
Jó. Oké. Meg vagyunk. És most? Hát... remélem, hogy oda megyünk. Kapaszkodj már meg! Hát mit csinálsz? Te jány! Mit csinálsz, bakker? Ez... na jó, hogy mérte. A tető... oda kell fölmenni pedig. De hogy a húróba? Na jó, meglátjuk. Ne? Mert itt ugye itt nincs semmi, abban lehet kapaszkodni. Oda kéne felugrani. Baromi jó. Na, lőd már ki, basszus. Így. Na nézzük. Ott. Aha. 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 Oké, akkor látom merre, jó? Akkor lefelé megyünk. Igen. És most? Vaj, nem mozgok a kamera rendesen. Á, itt, oké. Megvan. Jó, mászli. Úgy nagy mászli. És egy tábor. Azt a rohadt. Ez azért brutál volt. Nagyon-nagyon brutál volt. Itt lesz következő checkpoint. Jó. Amit föl tudtunk menni, valamit nem. És merre megyünk? Arra. Na jó, azért nézzük, hogy merre kell menni. Jó, aztán megyünk. Na. Jézusom!
Amúgy! Mit keresnek itt ezek a buzik? Na jó, elő a fegyvert. Elbújunk. Elbújunk. Ajaj. Vissza fedezékbe. Nem tudom, hogy ki grántot dobni, basszis. Elfelejtettem. Messze. Oké. Okay. Ajaj. De utálom ezt a köcsöget. Francba! Meg fog pusztulni. Oké. Akkor majd másik fegyvere fogok menni, vagy valahol másik. Másik fedezékkel. És hol van nekem a... Még mindig ez a legjobb. Ott ez a buzi. Oké, megvan. Csáó. Még mindig jönnek. Akkor is megpusztult a köcsögök. Jaj, de jó. Akkor nem kellett volna kilőni azt a izét, addig amíg ezek nem jönnek. Na jó, Soti. Itt valami nincs. Ott volt egy láda. Akkor is főszedem, nem érdekel. Kilőnek, akkor is főszedem. Lefolyom. De persze tele van. Megdöltek, mint köcsögök. Yeah.
Köcsög! Csávó. Zsír. Megvan. Most mi van? Persze, még ezek is jöjjenek itt, basszus, nem hiszem el. Menj! Oké. Okay. Persze, még ezek is. Lőj már, Lara! Francba! Már semmi bassz is. Nem lehet itt felugrani, nem áll. Miért lehet itt felugrani? Ekkora szopó ez. Micsoda? Ez honnan jött ide, bakker? Ki ezeket? De jó, nulla, mindenből nulla. És akkor most merre, basszus? Ne! Ah. Ilyen nincs, bakker, ilyen nincs. Még ez a két gec van, basszus. Ne! De
Nem lehet sehova se elmenni, bakker, nagyon gáz. Ide lehet fölmenni még. Csak arra tudjuk menni, szerintem. Esetleg itt. De nem sem tudjuk menni a fegyvert, semmit. Semmit nem tudunk csinálni. Aha, ez a checkpoint. És akkor most... Aha, látom. Jaj, de jó. Csak nem tudom, hogy mibe lehet ezt... izé... De jó. Hát, az egyetlen nagy esélyem. Oké. Okay. Megvan. Through the storm. Töltél meg semmi, úgyhogy... Ajaj! Ajaj! Boss time! Oké. Okay.
Hát rohadt jó lesz. Lehet lőni, oké. Megvan. Van 10-es nyilam. Honnan túlról van? Kis csávó, fáj a hátad, gyere! Gyere! A francba! Ezt nem hiszem el. Köcsög! De knokkos volt, basszus! Most miért kelt fel ez a buzi? Micsoda! Miért kell ez a buzi? Nem lehet kinyírni. Ezt nem hiszem el. Basztus, megint elnyomtam, megint valamit elnyomtam. De mit nyomok el mindig, ezt nem tudom. Ez az. Haldoklik. Ne! Mi van? Persze. Persze!
francba. Full a lőszer. Legyen könnyű, mi? Fáj a hátad, köcsök, fáj a hátad? Minden buzi. Lőszerem bakker. Nem lehet kinyírni ezt a csávot. Ah! Kurva élet, kurva élet! Nem volt jó ötlet. Találni ezt a köcsögöt, nem hiszem el. Végre. Egyszer. Mész innen? Te dög! Te rohadt köcsög! Ezt nem hiszem el, bakker. Mindegy, ez a szar, és nem tudom, nem tudom megölni ezt a buzit. Ah!
francba kifogyott. Ne. Persze. Knokkos! Kis köcsög! Ne! Megvan! Szétszedtem az agyát, azt a rohadt! Micsoda action, bakker! Micsoda action, srác! Ez ami ezt jelentem. Bakker! Ez nagyon brutál volt. Szedjük össze az étcuccot előbb. Hol ez a buzi? Erre kell menni, gondolom. Aha. Most mit kell volna nyomni? Megnyomtam, basztus! Na mert... Ez most komoly? Legyőz egy ilyen kis nyíkhaj! Hát ez nem volt a... Na jó. Nem láttam, mit kell nyomni az elején, az volt a baj. Most jön ez a buzi. Igen. Fölhúzom az íjamat. És lelövi. Igen. És most... Na jó. Nyomom, mint az állat. Fejbe lőttem? Nem fejbe, de mindegy. És most mi lesz? Lőd bele kettőbe. Ezek a királyság. A köcsög anyját. Ez ekkora volt. Na és hogy mentem meg? Le kell lőni Yamatai-t. Szerintem. Ez az. Dögölj meg, köcsög. Robbanj föl, te buzi.
Ez az. Azt a te durva volt ez, úristen. Azt a rohadt. Aztán megérte ez a rögtönző stream srácok. Nagyon remélem. Új, Sam megmenekült és remélem tudja kicsoda. Tudod ki vagy? Csaj. I'm here. You're safe now. It's okay. It's okay. You saved me. I knew you would. I made you a promise. Let's get you home. Ó, és kisüt a nap. Végre. Talán el tudunk menekülni a szigetről, most már. Most, hogy kinyírtuk a főpapot, meg Yamatai-t. Hát... Oh yeah, átvezető videó, zsír lesz. There's Lara! She's got Sam! Haha! Mégis csak ez a vége. She did. A játéknak. Beszarok. Én mindjárt beszarok. Megvan a csaj. Whitman meghót. Meg a másik csávó az elején. Úgyhogy ennyien maradtunk. Négyen összesen. Lara-val együtt persze. Inkább nem mondom el. Mi történt ott van. We can go now. Mehetünk. All right, let's get the hell out of here. Menjünk innen a túróba, ez az. Mr. T! Húzzunk innen! Ez az. I've been so blind, so naive. For years, I resented my father, doubted him like the rest. But he was right about so much. I just wish I could tell him that now. There are so many mysteries that I once dismissed as mere stories, but the line between our myths and truth is fragile and blurry. I need to find answers. I must understand. Igen, nem érti az apjának ezt a... hogy miért jött ide a szigetre, miközben ez egy átkozott sziget volt. Most kaptunk egy Survivor is Born trófeát a PlayStation-től. Szóval válaszokat keres azért, hogy miért ment az apja arra a szigetre. Zsini, thank you, lesz. Don't really know what happened to you on that island. Judging from those wounds and that look in your eyes, I'm guessing I don't want to know. Anyway, we'll be home soon. Zsír, azért nekem sokára. Lara. Kemény menet volt. Nem megy haza. Hát hova mész, Lara? Survivor is born! Yes! És ennyi? Ugye nem ennyi? Vagy mégis? Hát, srácok! De jó, tényleg, reméljük, hogy élvezte a Tomb Raider-t. Próbálunk minél többet kihozni a játékból. Na, itt vannak a fejlesztők. Fejlesztő csapat. Szóval ennyi volt a játék. Darragh Gallagher, Ron Rosenberg, Noah Hughes. De hogy mutatnak képeket a fejlesztőkre, ez tök jó. Nagyon szupi. Co-Game Directors. Daniel Cheyer, alias Bisson, Daniel Neuburger. Oh yeah. De tök jó. Ez tetszik. Szóval itt láthatjátok, srácok, az egész fejlesztő csapatot, akik részt vettek a Tomb Raider-ben. Ott van a production, ott a design team. Hú, basszus, nem semmi azért. Volt itt munka rendesen. Na, hát gyorsan befejeztük a game-et, srácok. Mondom, aki lemaradta az előző Twitch Tomb Raider streamekről,
az megnézheti a YouTube csatornámon, Szaszmus néven szintén. És ott van az összes, hát ez rohadt jó. Art Team is itt van. Szóval ez egy nagyon rövid stream volt. Azt hittem, soha nem tudom befejezni amúgy ezt a játékot, mert iszonyú nehéz volt. És itt nem is tudom, hogy a fokozatot lehetett állítani, vagy nem lehetett. Hát ki tudja. Mindegy. Szóval, ez volt a rögtönzött Tomb Raider 2013 stream PS4-ről. Ó, de nagyon zsír volt. Eszméletlen. Azért beletettek mindent a fejlesztők. És 13-as játék, ahhoz képest szerintem rohadt jó volt. Ott az Animation Team, Technical Art Animation. Nagyon zsír. Nagyon szimpatikus emberek dolgoznak az Audio Teambe is. Nagyon zsír. Ezt most végig le fogom nyomni, mert mutatják szerintem az összes izét. Ha be Additional Support, az lehet, hogy nem lesz benne. Na jó, hát ez a stream nem tartott túl sokáig. Hát úgy körülbelül egy óra 10 perc, valahogy így volt a játékmenet. Ez ami nagyon izgalmas volt, és már az elejétől fogva nagyon tetszett. Hát egy kicsit ilyen mozgási probléma volt, de ez nem mondanám bugnak, inkább csak fejlesztés kérdése. De nem mentünk be a falba, nem volt szerintem semmilyen nagyon durva dolog. Ott vannak az IT-sok, Human Resource, Facility, mindenki ott van, aki számít. Clint Eastwood, ez jó. Legal Business and FR Manager Clint. Ja, Wasted, meg olvasni se tudok, basztus, Wasted. És itt van végül a Development Team. Ők a fejlesztők. Na, vannak egy jó páran azért. Szép. Na, de azért van itt ember. Szóval a game az szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Persze az első, második, harmadik rész az mindent visz, az a legjobb a Tomb Raiderből szerintem. Az minden pénzt megér szerintem ezeket újra játszani. De jó lenne, hogyha kidobnánk egy remastert mondjuk PlayStation 4-re. Az első háromból, na az lenne a nagy szám, azt tuti végigjátszanám. Ez ami eszméletlen lenne, ha megcsinálnák, de reménykedjünk vele, hogy megcsinálják. Ott van Programming Team, Art Team, mindenki itt van, aki számít. De még skinning is van. Beszarok. Szóval ez a játékon dolgoztak rendesen, gondolom, éveket. Mire tökéletesre fejlesztették, de nekem nagyon tetszett, úgyhogy nagyon örülök, hogy birtokoltam ezt a gémet. És a szinkron is nagyon jó volt. Hallatszott Larán, ez az English akcentus, a British accent. A többi is egész jó volt, mondjuk ezt a Mr. T-t, hát végül is ő döntésük, kit raknak bele, de mindegy, azért jó volt mindenki benne. Az elején ugye a farkasokkal küzdöttünk, aztán jöttek ezek az emberek, és akkor végül is beépültünk a... megtudtunk mindent a szigetről, így folyamatosan így volt a game. De most nem akarok sokat beszélni róla, inkább... várom majd a véleményeket, hogy még játszunk-e hasonló játékokkal, mint ez volt. De mindenkit meg fogjuk nézni végig a creditset, mert érdemes, főleg, hogyha mi így mutatják a szereplőket, illetve a nem is a szereplőket, hanem a teamet, akik csinálták a játékot. Ez így nagyon jó, szóval nagyon jó megcsinálták, meg a zene is eszméletlen, hangok nagyon jók voltak. Szóval minden tökéletes volt. És ezt a részt, amit az előző szamurájos részt, amikor néznek a YouTube-ra, akkor láthatjátok a legutóbbit, amit feltöltöttem, az volt az a szamuráj vérengzős rész. Na azt
valaki elsőre megcsinálja, akkor nem is tudom. Emelem kalapom előtte. Mert az a rész nagyon durva volt. Az egy brutál durvás volt, úgyhogy... Viszont legközelebb... Na... Halljunk meg Jason Graves composer előtt, aki a zenét csinálta, aztán ott vannak a Storik, Rihanna Rachel, Susan O'Connor, és akkor itt vannak a... akik ugye a hangot adták. Ha el tudtátok olvasni, akkor ott volt ugye Larának, és mindenkinek ott van a szinkron hangja. És remélem a következő Tomb Raider is ilyen lesz, a Shadow of the Tomb Raider, ami majd ki fog jönni év vége felé. Na, az még jó lesz. Hú. Na, ez szép. Ez egy nagyon-nagyon jó game volt. Jövő héten lesz még sok újdonság, amit láthattok majd ebben a streamben, itt a Sasmus streamjében. Méghozzá egy roguelike game lesz, ami jövő héten fog megjelenni, ezt nem mondom meg a nevét, úgyhogy majd meglátjátok, hogy milyen. Az is PlayStation-en fog kijönni is, meg azt hiszem PC-n. Azzal fogunk jövő héten játszani. A héten, hétvégén lehet, hogy lesz még egy stream, amit majd láthattok. Illetve itt van egy ilyen szavazós rész, hogyha nézitek a streamet, ott a jobb felső sarokban van egy ilyen szavazás. Ott lehet szavazni, hogy milyen típusú féle játékokat szeretnétek látni ezen a streamen, nem itt Sasmus, az én streamemen. Úgyhogy várom az észrevételeket, mindent, és ott van, láthatjátok, hogy kinek köszönik meg. Ahogy a barátoknak, családoknak, szeretteinek, akik támogatták mindenben. És akkor az partnereknek, ugye Square Enix Amerikának is köszönik a támogatást. És ott láthatjátok ugye az emberkék. De nagyon jó megvan ez csinálva. Még ez a végső animációs rész is. És még az összes fennek is megköszönik, mekkora arcok. Nagyon poén. Szóval összes rajongó Yodának is megköszönik, azért szép. Szép dolog. És ott föl is sorolják a neveket, szóval eszméletlenek. Az jó sok fan oldal van, azért nem is tudtam, hogy ilyen sok van. Fórumok, a különböző francia, olasz, orosz, mindenféle. A német, ott a magyar, tombraiders.hu. Tombraiders.hu. Na, azt meg fogom nézni majd. Kíváncsi vagyok, ott mi van. Haha, van magyar oldal is. Nagyon szupi. És természetesen ugye a szerzőknek, művészeknek, bloggereknek, szerepjátékosoknak, mindenkinek köszönik. Persze, akik már nincsenek itt, megemlékeznek mindenkire. Nagyon jó fejek amúgy. Mindenkit beleírtak, azért senkit nem hagytak ki szerintem. És persze Square Enix. Yes! Na, ez egy jó game volt. Még egyszer mondom, nézzétek végig, mert az egész játék megvan YouTube-on. Hát igen, ez volt a végszó, ennyi volt. Oké. Most már szerintem nem folytatódik amúgy a játék. Igen, ott van, hogy köszönjük, hogy végigvitted 67%-ba.
És akkor még meg lehet csinálni ezt a maradék 33%-ot a játékból, azt így fölkínálja nekünk. Hogyha rámink a continue-ra, akkor elindul. Meg lehet újat kezdeni, multiplayer is van. Úgyhogy még sok lehetőség áll előttük. Van itt még bónusz content. Ezeket meg lehet nézni. Szóval nagyon sok minden van. Meg a krediteket még egyszer. Vannak videók is. A játékban voltak ezek az elvezető videók, szerintem ezeket meg lehet nézni. Ja. Ilyen trailerek. Na, zsír. Oké, srácok, akkor köszönöm, aki itt volt jelen a streamenek, nagyon köszönöm a részvételt. Máskor azért többet írjatok, meg szavazzatok itt a Twitch Pixen, hogy milyen játékokat szeretnétek látni, milyen típusúakat. És akkor találkozunk hétvégén, majd fogom az eventsbe jelezni, hogy mikor is lesz, és akkor tudjátok nézni, aki feliratkozott rám, az meg tudja nézni, hogy mikor lesznek a elkövetkezendő jövőbeli streamek. Úgyhogy még egyszer mindenkinek minden jót kívánok, szép hétvégés, srácok, és pihenjétek ki magatokat, illetőleg, hogyha van időtök, akkor játszatok. És ennyi volt már a Tomb Raider Definitive Edition. Na, szavaztok!